Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Más, mint dr. Komáromi Zoltán, egészségpolitikus, aki a DK színeiben országgyűlési képviselő. Doktor úr, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hatalmas papírcsomag a kezébe. Ez a hiányzó vagy, ahol fölösleges orvosok vannak? Nem, tegnap előtt indult Budapesten a orvosi ügyelet, és tegnap... Erről azt hittem, hogy nem fogunk beszélni, mert tegnapra Viradóra valami időjárás viszony, valami úgy nézett ki, hogy nem vagyok jól, és ott ültem az ágy szélén, és azon hezitáltam, hogy most el fogok a késni a rádióból, mert szerdán rádiós napon van, hogyha mentőt hívok. Akkor biztos. És próbáltam tárcsázni, aztán letettem, mindenféle gyógyszereket bevettem, és próbáltam helyrehozni magamat. Mondtam, ne próbáljuk ki az új ügyeletet, mert nem fogok beérni a rádióba, és most már 2004 óta van a műsorom, és hogy néz ki, hogy én meg egy mentővel elmegyek kocsikázni, aztán még 5-6 órát ott várok. Szóval ez az egésznek a problémája, hogy Budapestre ugyanazt a ügyeleti rendszert próbálják ráhúzni, mint ami vidéken van, és lehet, hogy vidéken ez beválik, és jó, hogy délután 4-től reggel 8-ig van tulajdonképpen orvosi ügyelet. De Budapesten, ahol délután 4-től 8-ig rendes orvosi rendelés van, ami egyébként a dolgozóknak, akik ugye munkában vannak általában 4-ig, 5-ig, egy lehetőséget ad, hogy személyesen a panaszaikkal, vagy akár a krónikus betegségükkel, a házi orvosukkal konzultáljanak. Most úgy néz ki, hogy 4-kor kezdődik az orvosi ügyelet is, viszont a délelőtt és a délutáni rendelés közti 12-től 4-ig Budapesten kettő ügyeletes orvos van, egy-egy autóval, és ezt néztem meg tegnap egyébként, hogy ez hogy működik, és hogy működik? Így 43 év egészségügyi tapasztalat után is tudtak meglepetést okozni. Nagyon jó, mert van ugye egy dokumentum, ami fönt van az Országos Mentőszolgálat honlapján, hogy hol vannak ügyeletek, meg van egy dokumentum, amit kaptak a házi orvosok. Az egyiknek 18 van fősorolva, a másikban 17, tehát már eleve a két táblázat nem stimmel. Elkezdtem, biztosan nyomtatóval kifogyott. Hát biztos, az internetre nagy sok nyomtatás kell. Elmentem először a pesti oldalon a nappali ügyeletre, ami ki volt írva, hogy 9. kerület, Haller utca 29. Szépen leparkoltam, kiszálltam, és oda mentem a 29-be, ez az Országos Kardiológiai Intézet, ahol hallani nem akartak arról, hogy ott orvosi ügyelet működik. Mondták, hogy ez a 29, de itt ügyelet nincs. Na, kis nyomozással 300 méterre megtaláltam a orvosi ügyeletet, ami valami, ha a balkáni állapotokat mondok, azzal sértem a balkáni népeket és országokat. Most teljesen elkeserít, mert hogyha annyira szúrt és féltem, hogy esetleg egy szívroham lesz. Akkor a 112-t kell hívni, vagy a 104-et, mert ahhoz mentő kell, és nem orvosi ügyelet. Orvosi ügyelet az arra kell, amikor valakinek begörcsöl az epéje, fölment a láza, és nem bírja csillapítani, vagy kiugrott a vérnyomása, de nem bénul, nem zsibbad, csak magas a vérnyomása, és lüktet a feje. Hát én nagyon zsibbadtam attól, hogy fogok odaérni a rádióba. Ilyenkor egy taxit kell hívni, abban bevenni a gyógyszert és taxit. Na mindez, szóval ez volt a pesti oldal, aztán átmentem a budai oldalra, ami még szebb volt, mert a Rét utcai rendelőintézetben van a ügyelet, ahova ilyen meredeken föl lehet menni kocsival, akinek van hozzá rutinja, meg le van takarítva az úttest. Parkolóhely nincs. És ha télen esni fog a hó. Hát erre gondoltam én is. Hogyha nincs autója, és a taxi nem tud fölmenni, hát, akkor... Hát vagy gyalog. Tehát nem volt akadálymentesítve például ez az ügyelet. Tehát és valami lépcsőn... korlát van, amiben lehet kapaszkodni? Hát azt hiszem, hogy az van, de ott legalább fűtöttek, tehát a Haller utcában fűtés sem volt, tehát ott ültek nagy kabátba. Ja, a balkáni rendelőben. És leesett csempe, szörnyű bútorzat, szóval tényleg szörnyű volt. Azért nem fényképezek meg videózok ilyenkor, mert én szolidáris vagyok azokkal az emberekkel, akik ilyen körülmények között is
teljesítenek és szolgálnak. Na de az nagyon logikus lett volna, hogyha a Hallerba ott van mégis egy egészségügyi intézmény, hogyha ők lennének, és nem ez a balkáni dolog. Nem tudom, valaki ezt találta ki, de ami még szebb egyébként a budai oldalon, hogy 16 óráig a Rét utcai rendelőben van ügyelet, 16 óra 1 perctől pedig a János kórházba. Na most én 14 perc alatt értem át, a ügyeletes, meg az ügyeletes autó valami dugóba kerülhetett, és gondolom nem akarta a kék lámpát használni, ők nem értek át 14 perc alatt. Úgyhogy ott voltam a János kórházba, egyébként kísértett kastély, kiköltözött az összes osztály, ezért a portától körülbelül 350 méterre a kettes belgyógyászat épületébe jelölték ki az ügyeletnek a helyét. Magyarul föl kell menni a domboldalon 300 métert, éjszaka általában sötét van, ott közvilágítás nincs. Kunyhó, igen. És ami a legszebb, hogy ott volt a két háziorvos kollega, és azon tanakodtak, hogy ők most itten mindjárt ügyelni fognak, majd hogyha megjön a többi ember, de van egy rendelő, van egy számítógép, és van egy darab ápolónő. Hogy fognak ők ketten rendelni? Mert hogy két ember van berendelve délután. Ez salamoni döntés, ápolónőt ketté vágják. Én is ezt mondtam, csak nem tudták eldönteni, hogy így vagy így. Na szóval, ilyen fejetlenség, és ezt készítik elő 9 hónapja. De a lakosság nem tud róla, a kollégák azok utolsó pillanatokban, augusztus végén, szeptember elején tudtak róla, és mindezt nettó 5000 forintos. Akkor most tegyük tisztába. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy valami bajom van, akkor hívjam változatlanul a 112-t, és vagy Isten segítségével megérkezik egy mentő. Lehet, hogy Gödöllön vagy Békéscsabán fognak válaszolni. Nem, vagy Szombathelyen, vagy Miskolcon, és onnan kapcsolnak egy mentőállomást, de az lehet, hogy Nyíregyháza lesz, vagy Szeged, de akkor legalább mentő, tehát felkészült mentő dolgozó ül a telefon másik oldalán, nem pedig egy operátor, akit egy gyors talpalon kiképeztek arra, hogy rögzítse. Hát azért mégis van valami jó, és hogyha csak egy egyszerű vesekő van az embernek, akkor majd kijön az ügyelet, és egy válfára föltesz egy infúziót, kedves néni vagy bácsi, elfelejtett inni. Mikor? Ugyanis délután 4 órakor. Így. Tehát az a baj, hogy Budapesten, mivel hogy alul finanszírozott a mentő, és alul fizetettek a mentő dolgozók, ezért nincs személyzet. Tehát naponta 15-20, többek szerint 25-30 vidéki mentőautó jön föl Budapestre, hogy egyáltalán a budapesti szállításokat meg tudják csinálni. Ezért van, hogy másfél-két órát kell várni arra, hogyha valakinek mondjuk veseköve van, hogy jöjjön valamilyen ellátás. Nem ez a baj. Most már nyilvánosságra kerül. Volt önnek már veseköve? Volt. El tudja képzelni, hogy az milyen fájdalmas? Az jó, mert az riasztó tünet. Nekem volt olyan vesekövem is, ami néma vesekő volt, és emiatt ráment az egyik vesém. Jaj. Úgyhogy jobb, ha fáj, mert akkor tudja az ember, hogy baj van. De most viszont így kerültek olyan levelek, hogy Vas megyéből, Békés megyéből mentőorvosokat és mentőtiszteket hoznak Budapestre ügyelni. Ennél sokkal érdekesebb Csintalan Sándor kollégánk megérkezett vidékről, és ön mindegy nemzetfőváros lakója, ha bár vidéken szocializálódott, és ott járt is egyetemre, átadja a helyét Csintalan Sándornak, akit most azonnal megoperálunk, és megnézzük, hogy mit található a fejébe. Ne operáljuk meg. Hogy újjá alakítják a szocialista pártot, és ő már biztos tudja, amit mi nem tudunk. Na, erre én is kíváncsi leszek. Bazsó doktor úr nincs itt, aki egy görög dinnyét is meg tudott operálni élőadásba, úgyhogy mi most megpróbáljuk élőadásba megoperálni. Akarja, akkor foglaljon itt helyet, a másik oldalon, ide átül, és Csintalan Sándor következik. Maradjon velünk. Önök is maradjanak velünk, Csintalan Sándor a páciensünk.